Állattartásnál az állatok minél hatékonyabb termelése érdekében szükség van olyan berendezésekre, amelyekkel a takarmány beltartalmi értéke minél jobbá tehető. Ezt a feladatot hivatottak teljesíteni a takarmánykeverő üzemek. A következőkben megismerkedünk egy nagy teljesítményű korszerű takarmánykeverő üzem gépi berendezéseivel, eszközeivel és a termelés folyamatával. Billenőplatós pótkocsival történik a szemes termény beszállítása az üzembe. A pótkocsiról a termény betonmagasítású, acéllemezből készült, lefelé szűkített kúposságú fogadógaratba kerül. Innen egy vízszintesen szállító csiga továbbítja a serleges felvonó merítőgaratjába. A vasvázas serleges felvonó eljuttatja a terményt a szemes terménytároló tartályba. Ha a terménybeszállítás szünetel, a toronytárolókban tartalékolt termény biztosítja az üzem folyamatosságát. A toronytárolókból a termény vasvázas serleges felvonó és surrantó csövön keresztül jut az előzőekben látott fogadógaratba. A buffertartályból vibrátoros adagoló juttatja a szemes terményt a kalapácsos darálóba. A felaprított termény a négyszögkeresztmetszetű ívelcsövön keresztül pneumatikus módon kerül a leválasztó ciklonrendszerbe. A ciklonrendszerből az előtárolón keresztül kerül az automatikus mérlegre. A mérleg vezérlőegységén 8 féle alapanyag mérlegelési adagja beprogramozható, és decé szerinti számban ismételhető. A koncentrátumok kézi mérlegelés után egy külön garaton keresztül serleges felvonón kerülnek a bemért adaghoz a puffer tartályba. A puffer tartályból a függőleges csigás keverőbe jut a több fázisból bemért adag. Az összekevert adagot a keverőből egy serleges felvonó viszi fel a granuláló előtti puffer tartályba. A granulálóba adagoló csiga továbbítja a keveréket, ahonnan először a kondicionáló keverőbe, majd onnan a présgépbe kerül. A présgépből kikerült granulátum a vákuummal működő hűtőbe jut. A hűtőből serleges felvonó, majd vízszintesen szállító csiga továbbítja a kész terméket a csomagoló, illetve zsákoló berendezéshez, vagy a készáru tároló tartályokhoz. A készárutároló tartályokból gravitációs úton történik a speciális takarmányszállító járművek feltöltése.
A takarmánykeveréket, illetve granulátumot a speciális szállítójárművek az állattartó telepekre juttatják el. Az ábrán a takarmánykeverő üzem sematikus termelési folyamat ábrája látható.